Úgy tűnik, hogy én mindig az életbeli tapasztalataimból, a beszélgetéseimből és abból merítek, ami körülöttünk vagy bennünk zajlik a világban, mert hogyha az ember érzékenyebb és nyitottabb, akkor szerintem sokkal élesebben lát és mélyebben érez, és pontosan ezért érzünk késztetést arra, hogy elmondjuk ezeket a tapasztalatokat, feltárjuk azokat az impulzusokat, amelyek nap mint nap érnek bennünket. Hát az az igazság, hogy szerintem téma mindig van, és mindig lesz, és éppen ezért munkám is, és munkánk. Pont az egyik nap kérdezte meg tőlem valaki, hogy van-e munkám, és mondtam neki, hogy hát természetesen, nekem mindig volt, mindig lesz, és mindig van. Hiszen azok az emberek, akik olyan feladattal születtek erre a földnevű bolygóra, hogy bemutassák azt a világot, aminek mindannyian részesei vagyunk, azoknak mindig lesz olyan teendője, vagy teendői, amelyek fontosak, és szerintem amire nagyon oda kellene figyelni. Fontos lenne, hogy odafigyeljünk egymásra, és arra, hogy ki mit szeretne mondani, ki mit tár fel elénk, hogy milyen alternatívát mutatnak fel egymásnak az emberek, hiszen ezekből lehet tanulni, ebből a forrásból lehet erőt meríteni, és nagyon fontos lenne az összefogás, amit ugye mindig hangsúlyozok. Nagyon fontos lenne, hogy fedezzük fel egymást, lássuk meg egymás valódi személyiségét, azt az önvalót, ami minden sallangtól mentes. Én úgy gondolom, hogy ezt a legnehezebb meglátni, hiszen ugye mindenki, vagy nagyon sokan ugye a külsőt nézik, a külső körülményeket, azt, hogy ki milyen testbe bújt, milyen külső jegyeket hordoz, milyen ruhában jár, milyen a foglalkozás, ahol dolgozik, mennyi pénze van, milyen autója, háza, van-e családja, és ezek alapján mérlegelnek, ezek alapján ítélkeznek, és formálnak véleményt egy emberről. Holott ez nem jellemezhet, ezek a dolgok nem jellemezhetnek egyetlen egy embert sem, hiszen ezek a külső jegyek, körülmények, és nem a valódi magunk, nem az a benső énünk, az az önazonos személyiség, amelyet régóta hordozunk, és amely bennünk él. Kérdés az is, hogy mihez van köze az embernek, mi az, ami közös ügyünk, és mi az, ami magánügy, mi az, ami csak az én dolgom, ami csak rám tartozik, és mi az, ami esetleg másokra, vagy másra, vagy akár mindenkire. Én azt látom, hogy ha arról van szó, hogy bizonyos dolgokat meg kell szerezni, vagy eltulajdonítani, vagy valami olyan dologban részt venni, ami valakinek jó, akkor általában azt szokták mondani, hogy ez közös ügy, ehhez a dologhoz van közünk, de ha már egy kicsit problémásabb az ügy, vagy gondok merülnek fel, akkor nagyon sokan így hárítanak, vagy hátrébb lépnek, kivonják magukat ezekből a dolgokból, és már rögtön azt mondják, hogy nekik ehhez semmi közük. Ugye biztos ti is hallottátok már másoktól is, hogy nekünk ehhez nincs közünk, nekem ehhez semmi közöm, holott szerintem majdnem minden közös ügyünk. Főleg a segítségnyújtás, főleg a támogatás, minden képpen közös ügynek kell lennie, hiszen együttes erővel tudunk új és jó dolgokat létrehozni, együtt tudunk támogatni, együtt tudjuk felkarolni azokat az embereket, akiknek szükségük van segítségre. Tehát én úgy gondolom, hogy a segítségnyújtás mindenképpen közös ügy. Nem lehetnének ebben a dologban, vagy ebben az esetekben magánügyek, azaz, hogyha valaki
segítségre szorul, akkor nem lenne szabad magára hagynia, és nem lenne szabad azt hagyni, hogy egyedül oldja meg a problémáját. Én úgy gondolom, hogy azért vagyunk itt ennyien, ugye több mint 7 milliárdan vagyunk, vagy hozzá vele vetőlegesen 7 milliárdan, hogy mindenkinek jusson segítség, és hogy mindig legyen valaki, aki egy másik ember támogat, felkarol, és oda nyújtja a segítő kezét. Azt hiszem, hogy az élet egyik legfontosabb feladata a segítségnyújtás. Én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb tanulnivalónk, és az, amit el kell sajátítanunk, hiszen nagyon nehéz ez az élet, és nagyon fontos lenne, hogy fontosak legyünk annyira egymás számára, hogy ne hagyjunk ott senkit magára, és fontos legyen a másik ember létezése. Hiszen mindannyian együttesen vállaltuk ezt a létezési formát. Ugye mindenki, aki most itt van, azonos időben van, és azonos helyen. Ez azt jelenti, hogy mindenki ugyanazt a feladatot vállalta, hogy eljön erre a Föld nevű bolygóra, és itt éli az életét. Hát választhattunk volna mást is, és más korszakot is akár, de mi mégis valamiért együttesen alkotjuk azt, amit itteni létezésnek neveznek. Tehát nagyon fontos, hogyha így szemléljük ezt a dolgot, akkor tulajdonképpen szerintem nincs is különbség köztünk, hiszen mindenki szinte ugyanarra vágyik, mindenkinek ugyanazok a fájdalmai és a problémái, és pontosan ezért lenne fontos, hogy összefogjunk és segítsük egymást, mert hát együttesen vállaltuk ezt a nagyon nehéz feladatot. Sokszor kérdezem azt, vagy megkérdezem azt, hogy miért marad el a segítségnyújtás, hogy miért vannak olyan esetek, amikor bizonyos emberek így kivonják magukat a másik ember életéből, amikor nem állnak oda, és nem mondják azt, hogy már pedig nekem hozzád van közöm, és éppen ezért melléd állok, és segítelek téged. Természetesen az a szép, hogyha ez a dolog kölcsönös, kölcsönösségre talál ez az indítatás, ez az elköteleződés. Tehát én úgy gondolom, hogy mindig érdemes lenne megvizsgálni, hogy mihez is van közünk, de azt hiszem, hogy a világ fájdalmához mindenképpen. Mindenki tud enyhíteni egy kicsit, vagy nagyon a világ fájdalmán. Mindenki tehet azért, hogy jó legyen, vagy jobb legyen. Soha nem a másikra kell várni, hanem nekünk kell hatékonyan cselekednünk. Nagyon fontos a hatékony segítségnyújtás. Nem is megkérdezni kell, hogy tudok-e valamiben segíteni, hanem oda kell állni, és cselekedni kell. Egyik nap arról beszélgettem az egyik jó barátommal, hogy hogyan lehet hatékonyan segítséget nyújtani. Ő elmesélte, hogy annak idején sokat járt hajléktalanokhoz és az utcán élő emberekhez, és vittek számukra teát, élelmet, takarókat, mert ha az ember figyel és lát, akkor pontosan tudja, hogy hol várnak segítségre, hogy hova kell menni, és azt is, hogy mikor, és egyszerűen oda kell menni, és el kell vinni ezeket az adományokat, el kell vinni a támogatást, a segítséget, tettekkel kell bizonyítani azt, hogy igenis cselekvőképesek vagyunk, mert azok vagyunk, és amíg van kezünk meg lábunk, addig tudunk segíteni is egymásnak. Én is nagyon sokszor a mai napig viszek adományokat nagyon sok helyre. Próbálok minden olyan dolgot megmenteni, amelyeket mások esetleg a szemétbe, a szeméttárolóba helyeznek. A legutolsó alkalommal például tankönyveket és mesekönyveket vittünk egy szociális intézménybe. Előtte többször vittünk ruhákat ruhatárolókba, nagyon sok gyógyászati eszközt és kiegészítőt vittünk nyugdíjas otthonokba, illetve ápolási intézetbe. Jártunk már sokszor hajléktalan szállókon, és takarókat vittünk, és szintén több zsáknyi ruhát. Diák otthonokban jártam többször, ahová a személyes ruháimat vittem el, olyan könyvekkel és játékokkal és mindenféle kiegészítőkkel, amelyeket mások tudnak használni, és mások javára válhat, valamint találhatóak az országban
étel szekrények is, és ide is vittünk már élelmet többször, mert én úgy gondolom, hogy mindennek megvan a helye, és ha az embernek van mit adnia, akkor nagyon fontos, hogy adjon és segítsen. Amikor Pesten éltem, és ott dolgoztam, akkor ugye én rengeteget metróztam, villamosoztam, meg gyalogoltam az utcákon, hát körülbelül olyan 4-5 évig jártam Budapesten, és nagyon sok ilyen elesett emberrel találkoztam, és akik kértek, és ha tudtam adni, akkor adtam például az aluljárókban is azoknak, akik segítségre vártak. De természetesen nem csak így lehet segíteni anyagiakkal, hanem odafigyelni, és ez is nagyon fontos lenne, hogy észrevegyük egymást, és tudjuk azt, hogy mikor kinek van szüksége lelki segítségnyújtásra, és szerintem nagyon fontos lenne, hogy kopogjunk be egymáshoz, és öleljük át egymást, azokat, akik összetartoznak, és azokkal, akikkel van közünk egymáshoz. Mert én úgy gondolom, hogy minden ember tartozik valakihez, mindenkinek vannak szerettei, és nagyon fontos lenne, hogyha már egy ilyen karmikus családba születtünk, akkor legalább a családtagok tartsanak és fogjanak össze. Az nagyon nem jó, hogyha ők is széthúznak, mert ez az az egység, ez az az alap, ami mindig fontos ahhoz, hogy az ember egészségesen és harmonikusan tudjon működni, és én is azt szorgalmazom, hogy valamilyen szinten ezt az alapot, ezt a családi alapot megpróbáljam összetartani. Hát nagyon nehéz, mert az én életemben is nagyon sok ilyen változás történt, és most már elég régóta tart ez a dolog, de én úgy gondolom, hogy ha az ember igazán elszánt és szeretetből indít, akkor bármit meg lehet oldani, bármi megváltható, és igenis össze lehet rendezni a családtagokat, igenis lehet újra egy ilyen nagyon szép családi asztalt megteríteni, és nagyon fontos lenne, hogy ne csak egy-két ember üljön a családi asztalok körül, hanem nagyon sokan. Lehet globálisan is így gondolkodni, lehet sokkal nagyobb, tágabb környezetben is, és elképzelhetünk akár egy akkora hatalmas asztalt is, amely köré mindenki odafér. Lehet, hogy ezek most egyelőre még csak ilyen illúziók, meg én is sokszor megkapom, hogy illúziókat gyártok, és olyan dolgokat szeretnék, amelyeknek tulajdonképpen nincs alapja. Én mégis úgy gondolom, hogy ha az ember eldönti azt, és választ, hogy mit szeretne, és kivel vagy kikkel szeretné tovább folytatni az életét, akkor igenis lehet ezért tenni, és mindent rendbe lehet hozni, amire az ember vágyik. Ehhez azonban az első és legfontosabb dolog, hogy ismerjük meg a másikat, fedezzük fel az önvalónkat, fedezzük fel azokat a csodálatos kincseket, amelyeket egy másik ember hordoz, és hogyha ezt megtaláltuk, akkor rá fogunk arra jönni, hogy igenis van közünk egymáshoz, nagyon szoros kapcsolat fűz össze bennünket, és ha ez így van, akkor soha nem fog elmaradni a segítségnyújtás, mert rájövünk, hogy ez a kapcsolat örök, mindig megtartható, mindig formálható, mindig közös ügyeket fogunk képezni, mert szerintem így szép az élet, és így lenne kerek ez a történet.